És ahogy látom pedig az Ajka vezető edzője Sinner Szabolcs meg már készen is áll az értékelésre. Szerú Szabolcs, hát ez egy idegenben, ez egy nagyon harmadgyenge egy-egyes eredmény, egy nem túl erős csapat ellen. Hogyan értékeled? Hát az eredmény igen, az lehet, hogy harmadgyenge, de aki látta a mérkőzést, négy gólokat van nyerni mai nap. Sajnos mindenki maradt, ami kapura ment, az vagy kapufa volt, vagy a kapus mellé tenyerelte, igaz volt nekik is lehetőségük, azért mert kockáztattunk és próbáltunk minél előbb gólt szerezni. Ez olyan nap volt, hogy nem sikerült sajnos semmi. Nem tudom megfedni a csapatot, hiszen az első fél időben, első tíz percben leaprítottak bennünket, szószoros értelme, a pákait, tehát volt három ember, akit eltakarítottak a pályáról, 18 éves gyerekek. Utána elkezdtünk futballozni, végig mink volt az első félidő egy pontrugás, egy gól, kétszer jöttek át a félpályán, másik félidőt végig támadtuk, azt azért hozzá kell tennem, hogy persze van az ellenfélnek is lehetősége, de, de annyi is lehetőség volt, hogy úgy gondolom, hogy ezekből illő lett volna egyet-kettőt berúgni, és akkor megnyertük volna a mérkőzést. Mit fogsz mondani a játékosoknak az öltözőben? Játékosoknak? Menni kell előre. Nagyon sok meccs van, én ezt mondtam. Biztos mindenki azt várja, hogy az összes meccset megnyerjük, ma is megpróbáltunk megtenni mindent, győzelemre játszottunk, minden héten győzelemre játszunk, sajnos ez már nem sikerült, mert a kapu előtt valamiért mind, szinte az összes támadunk helyzetbe került, Major Norbit bekültem a végén, az utolsó 10 perce volt, 200 százalék az valamiért ez nem sikerült, van ilyen nap, menni kell tovább is kőkeményen dolgozni. Sok sikert kívánok a további mérkőzésre. Hogyan értékeli ezt a találkozót? Én azt gondolom, hogy a, az osztály legerősebb csapatával találkoztunk, és a mi kis fiatal csapatunk rendkívül jól helytált. Az én szempontomból nagyon pozitív a mérkőzés. Egy nyílt sisakos küzdelmet fölvállaltunk, mind a két, mind a két oldalon rengeteg helyzet alakult ki, és azt gondolom, hogy egy kicsi koncentrációval, euh, igaz, hogy volt az ellenfélnek is egy-két lehetőség, de egy kicsi koncentrációval a végén euh, lehetett volna akár egy győzelem is a részünkről, de összességében, ha reális akarok lenni, akkor azt mondom, hogy igazságos a döntetlen. Fizikailag nagyon fölvették a fiatalok a versenyt a nagyokkal, ez minek köszönhető. Hát rendkívül sokat edzünk, ugye itt a Vidi 2 ugye nem csak a bajnokságra készülünk, ami kifejezetten szeretnénk, hogyha ezek a fiatalok a, az élvonalveli ö, a első másodosztályban minél több játékos megragadna, és ugye szeretnénk feladni minél több játékost a Vidi első csapatába, ahol meg azért hétről hétre láthatjuk, hogy elég magasan van a szint, és erre szeretnénk a játékosainkat felkészíteni. Nagyon szépen köszönjük, és további sok sikert kívánunk az idei szezonra. Viszont kívánjuk.